Búcsúzott a magyar labdarúgó válogatottól Király Gábor, Juhász Roland, Vancák Vilmos és Hajnal Tamás. A legendás Mackó kapust és három társát hatalmas tapsal búcsúztatta a közönség. A magyar labdarúgó válogatott tegnap Svédország ellen játszott barátságos mérkőzést, amelyet kettő nóra elveszített. Ez volt a 12. idei találkozója Ben Stork csapatának, amely három győzelem mellett öt döntetlennel és négy vereséggel zárta a 2016-os esztendőt. Újabb Európa Kupa mérkőzésen lép pályára a Maros Kosárlabda Klub, amely hazai pályán fogadja a Litván Prienu Birstonot. A három héttel ezelőtti első találkozón a litvánok nagy játszva 99-61-re nyertek, így a vásárhelyieknek hazai pályán lehetőségük lesz visszavágni a csúfos vereségért. Mihály Ková lett a Román Olimpiai Bizottság új elnöke, az egykori olimpiai aranyérmes kardvívó a választásokon Szabó Gabriella korábbi sportminisztert győzte le. A Sydney Olimpia két hőse Szabó Gabriella és Mihály Kovalius állt harcba tegnap a Román Olimpiai Bizottság elnöki tisztségéért, miután a Rioi Olimpia után Alin Petráke korábbi elnök benyújtotta lemondását. A választáson Mihály Kovalius 128 szavazatot kapott, míg Szabó Gabriella csupán 68-at. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a tisztség hatalmas felelősséggel jár, hisz a román olimpiai sportágak képviselőjeként jelen leszünk a világ legfontosabb versenyein, többek között az olimpián. Kétségkívül a jelenlegi helyzettel nem lehetünk elégedettek. Hozzátette a 2020-as Tokiói olimpián szeretni a román csapatot összesítésben az első húszban látni, de fontosnak tartja a sportinfrastruktúra javítását is. A két alelnök a román úszószövetség elnöke Camelia Potek, illetve a kézilabda szakszövetség elnöke Alexandru Dedulett. Mihály Kováli ugyanakkor a Steaua Sportklub elnökét George Boroyt javasolta a főtitkári posztra, őt egyhangulag megszavazta a végrehajtó bizottság.